Hányan hallottatok valaha erről a témakörről, hogy Zero Trust? Egy, kettő, három. Tök jó. Társaságban van egy-két ember, aki már hallott róla, de ugye alapvetően azt látom, hogy teljesen új téma. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy csomó minden érdekességről fogunk ma este beszélni, de azért megpróbálom úgy előadni, hogy olyanoknak is érthető legyen, akik nem ismerik. Úgyhogy egy kis kontextusnak. Annak ellenére, hogy nem hallottunk a legtöbben erről a témáról. Mennyire lenne meglepő, hogyha azt hallanátok, hogy az egész amerikai állam jövőre át fog állni Zero Trust infrastruktúrára. Tehát az amerikai államban lévő összes számítógép jövő őszre kötelező lesz átállni arra, hogy Zero Trust architektúrát használja. 2027-ben az egész hadsereg átáll Zero Trustra, és 30 milliárd dollárról 67 milliárd dollárra fog nőni ennek a piaca. Tehát egy, nem. Ez alapvetően az összes cég, akik ilyen Zero Trust szoftvereket ebben a témakörben adnak el valamit, fog a zsebébe menni. A mi cégünk is fejlesz sok mindent a Zero Trust. Úgyhogy tulajdonképpen igen. Egy nagyon-nagyon pici százalék is. És az NSA is erről ad felvilágosítást, hogy hogyan álljanak át az emberek erre a Zero Trust architektúrára. Úgyhogy ez egy abszolút létező és fontos kiberbiztonsági program, framework, úgymond, és ezért baromi érdekes, hogy ugye igazából senki nem hallott róla igazából a IT-n kívül valószínűleg. Úgyhogy a kérdés az, hogy akkor ez miért kell, mire ad egy megoldást ez a Zero Trust, miért nem elég jók a meglévő rendszerek. És talán nem kell túlságosan messzire menni ahhoz, hogy találkozzunk olyan hírekkel, hogy lehalnak rendszerek, lehalnak repülőgéptársaságok, lehalnak a banki rendszerek, lehalnak kórházak, New York például majdnem 1 milliárd dollárt vesztett mindenféle kiberbiztonsági problémák miatt, kórházaktól kezdve tényleg mindenki tapasztalja, hogy kiberbiztonsági problémák vannak, és abszolút reálisak. Úgyhogy egyértelmű, hogy van valamiféle probléma, és arra van valamiféle megoldás, úgyhogy mi a két dolog között az összefüggés. Erről fogok nektek mesélni egy kicsit, de Az ahhoz, hogy... egyértelmű, hogy van egy probléma, az nem egyértelmű, hogy van meg. Hát, a Zero Trust valamilyen szintű megoldást nyújt rá, és hát egyértelműen valamiért akarják bevezetni, úgyhogy valamire nyújt megoldást, úgyhogy pontosan mire. Erről fogunk most egy kicsit beszélni. De ahhoz, hogy igazán megértsük, hogy pontosan mire ad megoldást a Zero Trust, egy kicsit messziről kell indulni. Hogy kezdjük ott, hogy miért is vannak egyáltalán kiberbiztonsági problémák. Ugye nem elég erősek a jelszavaink, senki nem telepít fel újabb szoftvert a számítógépére, vagy csak nem elég jó az antivírus, vagy csak az antivírust nem frissítettük, vagy csak simán balekok vagyunk, akik minden e-mailnek bedőlnek, ami átjön, és hát a válasz erre az, hogy igen. Ez mind igaz, és talán ez le is fedi a kiberbiztonsági problémák 90%-át. De hogyha ez mind tökéletesen meg is lenne oldva, hogyha mindenki maximálisan jó jelszavakat használna, ha minden szoftver tökéletesen frissítve lenne, és az antivírus is jó lenne és működne, és nem lennénk balekok, kiberbiztonsági probléma még akkor is lenne. A problémák ennél mélyebben vannak. Reméltem, hogy ez az a pont, ahol valaki megállít engem, hogy ezt a 90%-os lefedettséget, hogy a problémák 90%-ban ezek jelentik, valaki megállít, hogy ez az információ honnan származik. Nem, nincs róla információ, teljesen hasra ütöttem, fogalmunk nincs róla igazából. Ez is egy probléma a kiberbiztonsága, hogy igazából megbízható forrásokat találni és megbízható adatokat találni, ez nagyjából lehetetlen. Tehát igazából fogalmunk sincs, hogy mik a legnagyobb problémák, és azokat mennyire használják ki a különböző támadások. Ezek a szervezetek nem fogják benyújtani a statisztikákat, hogy hány ransomware vírus küldtek ki ebben az Pontosan. Egyetlen. És a cégeknek ugye sokszor nem áll érdekében közölni az adatokat. Vannak róla szabályok, vagy hát törvények, hogy felvilágosítást kell adni a cégeknek arról, hogy az adataidat ellopták. De sok esetben ugye ebben ki is merül, hogy miről kell felvilágosítást adniuk, az, hogy konkrétan az incidens hogyan történt, hogyan törtek be egy céghez, hogyan, mit, milyen sebezhetőséget találtak, arról semmiféle információt nem kell közölnie adott esetben egy cégnek, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy
hogy mi történik. Úgyhogy menjünk ennél is messzebb egy kicsit, hogy csak hogy tényleg az alapoktól induljunk. Ugye, miről is beszélünk itt, kiberbiztonság, számítógépek, ugye? Úgyhogy majdnem 100 éve vannak már számítógépeink. Alan Turing ugye 1936-ban vezette az univerzális Turing-gépek fogalmát, ami ugye azt jelenti, hogy mindent ki tudunk számolni egy számítógéppel. És ezeknek a számítógépeknek a nyelve adott esetben úgymond Turing-kompletté tud válni, ami azt jelenti, hogy ha egy nyelv Turing-komplett, akkor minden másik számítógépet, ami szintén univerzális, szimulálódik. És ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy Turing-komplett gép tud egy másik Turing-gépet futtatni, ami éppen egy harmadik Turing-gépet fog futtatni. Tehát egy ilyen matroska babákat el lehet képzelni, és hogy ennek milyen összefüggésben van a kiberbiztonsággal, megígérem, hogy az előadás végére világos lesz. Lépjünk egyel tovább innen. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy számítógépekről beszélünk, ugye mindenki mikrocsipekről és lézerfényekről és villozó dolgokról gondol, de hogy igazából matematikailag levezetve nagyon sok mindent tud Turing komplett lenni, és univerzális számítógép. Nekem a kedvencem ugye ez a játék, amit pár éve vettem a kisfiamnak, aki 3 évesen másra se vágyott, mint egy Turing komplett játékra. Ami fantasztikusan nevezető, hogy igazából teljesen meglepő dolgok is Turing komplettek tudnak lenni. Például egy ilyen játék, amiben egy ilyen labdák pattognak le egy táblán, is Turing komplett tud lenni, és igazából az egyetlen limitációja az az, hogy mennyi idő és mennyi memória áll rendelkezésére. Egyértelműen itt elég minimális memória, és elég sok időre van szükség, ameddig a kicsi labdák lepattognak, de tulajdonképpen az, hogy mit tud kiszámítani, az nagyjából ugyanaz, mint egy modern mikrocsip. Csak mik a limitációk? Mi az, amit ki tudunk számolni, és mi az, amit nem? Ugye nem áll rendelkezésünkre végtelen memória és végtelen idő, még hogyha el is indítunk egy programot, és még adott esetben tudjuk is garantálni, hogy az áram nem fog soha lehalni alatta, akkor is valószínűleg egy idő után a nap fel fog robbanni, úgyhogy valószínűleg a ma futtatott programok valamikor meg fognak állni, de hogy igazából nem áll rendelkezésünkre végtelen idő és memória ezeknek a programoknak futtatására, úgyhogy igazából nincsenek univerzális számítógépeink ma ezek miatt a limitációk miatt. De ennél is fontosabb igazából a kiberbiztonságból az, hogy egy ilyen számítógép hogyan tudná megmondani, hogy mi egy jó program és mi egy rossz program. Ugye ezek eléggé magas leírások, ugye teljesen szubjektív, hogy ki mit talál jónak és rossznak, úgyhogy ez talán annyira nem is meglepő, hogy erre nincsen egy program, ami megmondja, hogy mi jó és mi rossz. De ennél talán sokkal meglepőbb tud az lenni, hogy olyan alapvető dolgokat se tudunk programokról megmondani, hogy például, ha elindítasz egy programot, akkor az valaha a véget ére. Ugye a matematikai ez bizonyítva lett már a kezdetektől fogva, Turing's Halting Problem, erre a legjobb példa, hogy nem tudjuk megmondani, hogy egyáltalán elindítasz egy programot, az véget ér. Ez nem azt jelenti, semmelyik programról nem tudjuk megmondani, hogy valaha véget ér. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk egy olyan programot írni, ami univerzálisan minden másik programról előre meg tudja mondani, hogy az véget ér vagy sem. Lehet, hogy nagyon sok programról meg tudjuk mondani, de nem tudunk egy olyan programot írni, ami 100%-ban minden másikról meg tudja mondani. Ez egy kiszámíthatatlan probléma, amiből később le lett vezetve, hogy gyakorlatilag minden nem triviális programtulajdonság ilyen, amiben hát valahonnan levezethető az is, hogy hát mi az a jó program és rossz program, még hogyha definiálni tudnánk, akkor se lehetne egyáltalán ilyen programot gyártani. Hát mi az, hogy véget ér? Hát elindítasz egy programot, ami azt mondja neked, hogy ki fog számítani valamit. Tudtunk, hogy nem lehet megmondani ugye a programokról, hogy valaha véget érnek-e, és igazából nem lehet a programokról előre megállapítani gyakorlatilag semmilyen nem triviális dolgot. Ne ragadjunk le megint itt az alapoknál, lépjünk ennél egyel tovább, hogy például az antivírus modell miért nem működik. Talán antivírussal mindenki találkozott, futtatta is akár a gépén, talán kötelező, még ma is. Aminek alapvetően ugye az az ötlete, hogy jó, hát nem tudjuk megmondani, hogy most melyik program jó vagy rossz analízissel, úgyhogy akkor egyszerűen csak listázzuk azokat a programokat, amikről tudjuk, hogy rossz. Csinálunk egy adatbázist, úgyhogy mielőtt egy vírus elindulna, megnézzük az adatbázisba, hogy benne van-e, és nem engedjük, hogy elindulna.
ez tök jól hangzik, de hát alapvetően olyan problémák vannak vele, hogy ma nagyon könnyű és nagyon olcsó új vírusmutánsokat létrehozni, amik gyakorlatilag egy program, ami újra kombinálja saját magát, hogy az ilyen adatbázisban benne lévő fingerprintját ne találja meg az antivírus. És ez nagyon könnyű, és tényleg akár egyik infekcióból a másikba történik egy ilyen mutáció, és ezzel nem lehet lépést tartani. Attól függően, hogyha analizálni próbálunk ilyen vírusokat, a vírusok meg tudják találni azt, hogyha éppen te analizálod őket, és megváltoztatják a viselkedésüket. Tehát gondold el azt, hogyha mondjuk egy petri dishbe beleraknád a mikroszkóp alá a vírust, és hirtelen úgy kezdene el viselkedni, mint hogyha ez egy teljesen másféle sejt lenne, csak azért, mert észrevesz, hogy egy mikroszkóp van a feje fölött. Ez egy abszolút létező jelenség a mai vírusokkal. És emiatt gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy egy korábban nem látott program hogyan fog lefutni. Úgyhogy alapvetően a modell nem működik. Folyamatos frissítést is igényelne, tehát hogyha éppen nem vagy online, nem tudod frissíteni a vírusadatbázist, garantált, hogy valami át fog tudni csusszanni, soha nem fog tökéletes védelmet nyújtani. Szóval, hogyha ez a hozzáállás nem működik, akkor ha nem tudjuk letiltani a rossz programokat, akkor legyen a fordítottja, akkor engedélyezzük csak a jókat. Na, tök jó, ez is egy jó hozzáállás. Megint csak ugye itt van a probléma, hogy lehetetlen előre listázni az összes jó programot, hiszen honnan tudod, hogy a holnap kiadott szoftver frissítés az jó-e. Úgyhogy megint csak ez a hozzáállás, hogy mi csinálunk egy adatbázist az összes jó programról, nagyjából ugyanazokban a problémákra fut bele, mint a rossz programok listázása. Nem tudjuk előre, hogy oké, most melyik lesz a jó program. Ha ezeknek az adatbázisát le kéne tölteni, ugye ez nincs az a user, aki ezt elfogadná, hogy ó, hát én a legújabb dolgot akarom futtatni, nem engedi a számítógépen, mert első dolog az lenne, kikapcsolja a biztonsági rendszert. Mert hiszen ő tudja, hogy ő azt akarja futtatni. Úgyhogy ez megint csak így, ilyen formátumban nem működik. Ami működik, az az, hogy digitális aláírást rakjunk a programokra. Úgyhogy ahelyett, hogy csinálnánk egy adatbázist az összes programról, van egy módja annak, hogy jelezni tudjuk a számítógépnek, hogy ez a program egy megbízható forrásból érkezett, és ez a digitális aláírás. Itt megint egy kicsit az alapokhoz fogunk belemenni, nem kell megijedni, tényleg csak említeni szeretném itt, hogy a nyilvános kulcsú rejtjelezés public key cryptography-nak az alapjait, amik 1975-ben indult, ugye Diffie-Hellmannnel, ami gyakorlatilag a mai titkosítás internetvilágának az alapjait tette lehetővé. Emiatt lehet ugye az interneten biztonságosan vásárolni, üzeneteket küldeni egymásnak, stb. És ennek az egyik módja a digitális aláírás is. Nagyon érdekes, hogy az egész rendszer, ugye a P egyenlő NP számítástechnikai probléma alapjaira épül, amiről máig nem tudjuk, hogy bizonyítva van-e vagy sem. Nem tudjuk, hogy a P egyenlő NP vagy sem. Mi is ez a PNP probléma? Ez azt jelenti, hogy vannak olyan problémák, amikre ki tudjuk számolni a megoldást gyorsan. Vannak olyan problémák, amikre az egyetlen módja, hogy kiszámoljuk a megoldást, az, hogyha végigpróbáljuk az összes lehetséges megoldást, ami adott esetben, a legrosszabb esetben azt jelenti, hogy tényleg az összeset végig kell próbálni. Ami a problémától függően ugye végtelen ideig. És máig nincs bizonyítva, hogy ez a kettő egyenlő-e egymással. Vagy az van, hogy ezeket a problémákat még ma nem tudjuk megoldani, mert még ma nem találtuk fel azt az algoritmust, hogy ezeket gyorsan ki tudja számolni, vagy ezekre a problémákra tényleg nincsen megoldás. És nem tudjuk, hogy ez így van-e vagy sem. Úgyhogy baromi érdekes, hogy a kiberbiztonságban az egyetlen dolog, ami ma működik, nem tudjuk az alapját, hogy az valóban stimmel-e vagy sem. És ez úgy jól le is festi ugye a kiberbiztonságot nagyjából összegezve. És a titkosításnak itt például az egyik ilyen példája az a prímszám faktorizáció. Fogsz két nagy prímszámot, összeszorzod, lesz egy másik nagy számod, ami már utána nem prímszám, utána meg tudod mondani, abból az egy számból mi volt az a két prímszám, aminek a szorzatát te megkaptad. Ennek a problémának a megoldása az egy MP3 probléma. Erre épül gyakorlatilag a public key kriptográfia is. Háromféle alapvető módja van, az egyik az, hogy
üzeneteket tudnak az emberek egymással váltani titkosítva, ami minket a legjobban érdekel itt, és ami általában az embereket a legkevésbé érdekel, az a digital signature. Mivel te alá tudsz írni egy programot, amivel te bizonyítani tudod, hogy az a program nem módosult azóta, amióta az valaki aláírta. Ez tökre jó, mert ez azt jelenti, hogy mi előre alá tudunk írni szoftvereket, és nem kell egy adatbázist felépíteni az összes lehetséges szoftverről, elég az, hogy mi aláírtuk, hogy mi ezt megnéztük, ezt aláírtuk, ez jó, és aztán amikor ezt valaki elindítja, le tudja csekkolni, hogy az aláírás tényleg stimmel-e a program többi részével, ami bizonyítja, hogy ez a program nem lett változtatva azóta, amióta valaki azt megnézte. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ma rengeteg gyakorlatilag majdnem az összes szoftver digitálisan alá van írt. Ami egy fantasztikus előrelépés. Onnantól kezdve, hogy az ember bekapcsolja a számítógépet, onnantól kezdve gyakorlatilag az összes szoftver, ami elkezd futni, az valamilyen szinten digitálisan alá van írva, és különböző szinten csekkolva van hardwareben és aztán szoftverben, egy úgymond ilyen láncba fűzve, amit itt is látunk ezen a szlájdon. Az egyik szoftver csekkolja a következő fázisban elinduló szoftvernek az aláírását, és csak akkor indítja el, hogy ez az aláírás stimmel. És ez egy ilyen láncban megy egyik szoftverből a másikban, miközben a számítógép bekapcsol. Onnantól kezdve, hogy a processzor elindítja az első instrukciót. Úgyhogy ez egy fantasztikus találmány. Úgyhogy teljesen jogos lenne a kérdés, hogy akkor ezzel meg is oldottuk-e a problémát. Domi? Kérdés? Nem, gondolom nem. De én pont nyilván a kis ördög azonnal, de valószínűleg kipusztalt érni, hogy kemperkedtem, csak hogy miért nincsen aláíró vírus, miért nincs olyan, ami valahogy tudja ezt mimikálni. Nagyon jó kérdés. Ugye rengeteg probléma van ennek a rendszernek alkalmazásával, és vannak olyan vírusok, amik megtalálják a kiskapukat ezen a digitális aláíráson át. Úgyhogy Domi a válaszodva, itt vannak például tényleg csak a headline-ok az elmúlt pár hónapból. Ugye a digitális aláírásnál, hogyha a privát kulcsot valaki elveszti, akkor onnantól kezdve mások is alá tudnak írni szoftvert, úgyhogy ez egy probléma. De magában az implementációkban is rengeteg hiba van, úgyhogy amikor ezeket a digitális aláírásokat csekkolja egyik szoftver ebben a láncban, ugye, hogyha a lánc bárhol megszakad, onnantól kezdve nem lehet bízni semmiben. Úgyhogy tényleg a leggyengébb láncem az itt egy abszolút reális probléma, úgyhogy ha bárhol egy hiba történt az implementációban, onnantól kezdve halott az egész. És hát ezekből rengeteg van. Kedvencem ehhez konkrétan két nappal ezelőtt jött be, tök jó hiba, ezt az én csapatom is megtalálta egy pár hónappal ezelőtt. Konkrétan a probléma itt arról szólt, hogy a BIOS-nak a kódja az alá volt írva, de amikor bekapcsolod a számítógépet és megjelenik a logója a laptop gyártójának, az a kép, ami megjelent, az nem volt aláírva. A kód az igen, de a kép az nem. Úgyhogy amikor a képet elkezdte beolvasni az a kód, abban a beolvasó kódban volt egy hiba, amit egy rosszul összeállított kép ki tudott aknázni arra, hogy meghekkelje a számítógépet. Úgyhogy itt tényleg arról van szó, hogy... Hát erről is beszélni fogunk majd egy kicsit később, de ez egy nagyon jó kérdés. Miért? A kép az ezek szerint benne volt a láncban egy ponton. Pontos. Annak ellenére, hogy ez tényleg csak egy kép volt. Ez nem egy program volt, aminek le kellett volna futni, ez csak egy kép volt. És ezzel meg lehetett hackelni a rendszereket. Ez konkrétan ez tényleg annyira friss, hogy két nappal ezelőtt jött ki erről a public információ. És mi volt a használat? Több évtizedet. Több évtizedet. Ezeknek hosszú-hosszú históriája van, és láthatóan nem jelent megoldást a problémára, mert továbbra is ott vagyunk, ahol ma vagyunk. Ez sajnos ez egy jó ötlet volt, de nem oldotta meg a problémákat. Másik probléma a digitális aláírással, hogy ugye egyszer aláírtál valamit, akkor azután alá van írva, semmi csekk nincs arra, hogy annak a szoftvernek mi a verzió. Adott esetben lehet, hogy te aláírtál valamit 10 évvel ezelőtt, és 5 évvel később valaki talált benne egy hibát. A digitális aláírás az... Be lehet állítani, hogy elévüljön, de általában mivel az emberek nem szeretik update-elni a dolgaikat, ezért például a BIOS-nak a digitális aláírása 10 évre szól.
10 év alatt bőven találunk hibát a BIOS-ban arra, hogy update-elni kell, és a digitális aláírás nem fogja neked megmondani, hogy ó, te egy régi verziót használsz, ezt most már update-elni kell. A másik probléma meg... Van, de ez az kell, hogy a számítógép például fellépjen az internetre. Egy update processzt lefutass el. Hogyha nincsen, nem futtasz le egy update processzt, egy update process általában refresheli azt, hogy a digitális aláírás meddig legyen megint friss. Így sokszor a BIOS-t az emberek nem frissítik fel. Most már a Microsoft belerakta a Windows update processzbe, hogy a BIOS is frissítve legyen, de általában az emberek a lehető legutolsó másodpercig eltolják azt, hogy update-eljék a gépeket. Szerintem ez egy teljesen univerzális jelenség, hogy hagyjatok már békén az update-ekkel. A legutolsó dolog, amit akarok a világon, az, hogy amikor bekapcsolom a számítógépet, akkor le tudjam használni, mert valami update fut helyette. Úgyhogy problémák vannak vele. És emiatt az emberek nem update-elik, ezért azt csináljuk, hogy jó, hát akkor 10 évig. Akkor lesz 10 éved rá, hogy update-eljél, addig lesz valid a digitális aláírás. 10 év alatt meg garantáltan találunk hibát a programban. Nem működik a rendszer. Ez inkább regulációs kérdés, és nem felhasználói kérdés, nem? Tehát igazából regulációs szinten kéne a 10 éveket rövidíteni. Abszolút. De abban a percben, hogy te lerövidíted ezt a 10 évet mondjuk egy évre vagy 6 hónapra, abban a percben fogják a userek kikapcsolni a rendszer. Akkor azt hiszem, hogy amikor egy új program, akkor elvonom a de ez megint az kell, hogy minden számítógép online legyen minden alkalommal, és meg tudja kérdezni, hogy van-e újabb verzió. És ez megint csak nem egy olyan hozzáállás, amit garantálni tudunk, hiszen a világban rengeteg olyan helyszín van, ahol nem garantálhatod, hogy valami online tud lenni. Szóval most eljutottunk akkor a Zero Trust-hoz, hiszen láthatóan a meglévő rendszerek nem működnek. Úgyhogy akkor hogyan segít ezen a Zero Trust? Mit fog ezen megoldani? Ugye, hogyan lehetne megbizonyosodni arról, hogy egy gép nem futtat rosszul? És igazából baromi egyszerű. Tök jó. 3 lépésben meg lehet oldani. Ez egész. Megmondja a számítógép, hogy mit futtat. Azt futtatja, amit mondott. És ezt bizonyítani tudja. Ezt a 3 lépést meg tudjuk csinálni. Akkor ezzel megvan oldva az egész. Hogyan fogjuk ezt a 3 lépést ugye megcsinálni, ugye ez a neheze. De hogyha ezt a 3 lépést meg tudjuk csinálni valahogy, akkor azzal gyakorlatilag meg tudjuk oldani azt, hogy a számítógépek közöljék velünk, hogy mit futtatnak, és az alapján mi el tudjuk dönteni, hogy oké, mennyire bízunk meg ebben a rendszerben. Különböző szintű bizalom eléréséhez meg tudjuk mondani, hogy milyen szintű állapotnak kell megfelelnie. Például egy 5 évvel ezelőtt frissített Windows-ban lehet, hogy nem fogok annyira megbízni, hogy a céges jelszavamat belerakjam, de lehet, hogy az eldobható privát jelszavamat belerakom, és belépek a Netflixbe megnézni valami tévéset. Ugye, ha tudom, hogy mi az állapota a számítógépnek, az alapján el tudom dönteni, hogy én abban mennyire fogok megbízni. És ugye ez az, amiben a digitális aláírás nem segít. Nem tudom megmondani, hogy az most igazából mennyire friss az a gép, mi az állapota. Úgyhogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor ez egy tök jó dolog lenne. De ennek az alapját, amivel ez ma megvan oldva, a Zero Trust, ez egy, ugye látjuk, hogy jön jövőre, már itt lesz mindenhol. Sőt, ezeknek a Zero Trustnak az alapjai ma már benne vannak az összes számítógépben. Az elmúlt 10 évben vettetek számítógépet, telefont, Zero Trust alapja bele van így. És ennek az alapja ez a mikrochip, amit úgy hívnak, hogy Trusted Platform. Konkrétan egy mikroprocesszor, ami fut a főprocesszor mellett a számítógépekben, telefonokban, tabletekben, mindenben. Mint úgy kell elképzelni, hogy ez egy picike kis szék, ami a számítógépben benne van, amiben bekapcsolás után a számítógép főprocesszorán futó szoftverek el tudnak tárolni bizonyos adatokat, amit utána viszont nem tudnak modifikálni. Gyakorlatilag egy olyan logot tudunk generálni arról, hogy a számítógép milyen státuszban volt különböző pillanatokban, miközben elkezdett futni, amit utána később nem lehet vele nem lehet módosítani, és erről lehet egy riportot is kérni, ami aztán digitálisan alá van írva, ebbe a mikrochipbe beleépített kulcssal,
amit, amikor a mikrocsipet gyártották, beleégették, amit utána nem lehet róla leszedni, és nem lehet rajta módosítani. Ami egy tök jó dolog, akkor ezzel gyakorlatilag, ez olyan, mint a repülőgépekben, ugye a flight recorder, amit, hogyha valami probléma van, vagy valamit csekkolni, akkor ezt le tudod kérni. Úgyhogy a TPM-től tudsz kérni egy kódot, ami meg fogja neked mondani, hogy mi az állapot ennek a számítógépben. Ez persze az is kell, hogy a szoftver, ami a számítógépen fut bekapcsolás után, ezt használja is, ugye? Küldjön ebbe a safe-be adatot arról, hogy mi volt a státusza a különböző programoknak, amikor bekapcsolt, de a mai számítógépek ezt mind használják. Linux, Windows, mindegyik használja a TPM-et, és ebbe tárolja ezeket az adatokat. Úgyhogy mai operációs rendszerek mind készen állnak ennek a használatára. Nincsen végtelen sok memóriája, és ez lesz a következő pont, hogy ugye nem tudjuk minden programot eltárolni ebbe a safe-ben úgy, ahogy van, fullban, hiszen nincs végtelen memóriája, tökéletes a kérdés, nagyon érezted, hogy miről fogok beszélni a következő szlájdon. Úgyhogy mit tudunk eltárolni, hiszen nem tudjuk az összes programot belerakni, összetömöríteni, úgyhogy az egyetlen dolog, amit tudunk benne tárolni, az az úgynevezett hash lenyomata ezeknek a programoknak, amit talán úgy lehet legjobban elképzelni, hogy fogsz egy papírlapot, ami nagyon színes, vannak rajta az ábráid, a programod gyakorlatilag, és azt mint egy origami összehajtogatod meghatározott lépések folyamán valami nagyon kicsi dologgá, amit aztán beraksz egy fénymásolóba és lefénymásolsz. Ennek mi lesz az eredménye? Ennek ugye az lesz az eredménye, hogy kapsz egy lenyomatot arról, hogy hogy néz ki ez a program, hogyha így összehajtogatod, de ugye nagyon sok adat elveszik, és ez alapján, a hash alapján te utána nem tudod visszabontani azt a programot. Viszont nagyon kicsi a lehetőség arra, hogy két program ugyanarra a hashre jöjjön ki a végén. Úgyhogy ahogy ez kinéz a végén, itt van konkrétan egy TPM-ből lekért lenyomat, az én laptopomon futott, hogy néz ki egy ilyen hash lenyomat a számítógép betöltése utáni különböző fázisokban. Ezek az úgynevezett PCR regiszterek, ezekben tárolja ez a safe a különböző állapotát a számítógépnek, mint be lett kapcsolva. Tök egyértelmű, hogy mit lát itt az ember, ugye? Kérdés? Nem. Ez más. Úgyhogy mik ennek az előnyei, hogyha ezt felhasználjuk? Ugye detektálhatóvá válik az, hogyha módosított régi rossz szoftvereket futtatunk, hiszen a TPM-ből lekért kód mutatni fogja, hogy mi volt az állapota, milyen programokat töltöttünk be. Sőt, még azt is detektálni tudjuk, hogyha jó programokat töltöttünk be, de rossz sorrendben. Hiszen a TPM-ben tárolt állapot mindig felülírja az előzőt, de beletáplálja az előző hash-t is. Soha nem lehet elveszteni ennek a láncát. Azt is észre tudjuk venni, hogyha rossz sorrendben töltöttük be a programokat, amik adott esetben szintén tudnak kiberbiztonsági problémához vezetni, hogyha minden program jó, csak rossz sorrendben futott be. Mindig lehet ellenőrizni, és bárhonnan le lehet kérni. Úgyhogy nem kell ott ülni a számítógép előtt, nem kell beledugni kábelt, le tudunk kérni egy messze futó, akármilyen kis gépről egy ilyen állapotot, le tudjuk ellenőrizni, hogy az az állapot jelentés az a TPM-ből jött, hiszen alá van írva digitálisan. Tök jó. Mi a garancia arra, hogy egy ilyen veszteséges tömörítés során nem vészel kruciális információ? Attól függ, hogy mennyire kicsire tömörítesz. Amire probléma lehet, az az, hogyha találsz két olyan programot, aminek ugyanaz a hash lenyomata a végén, amire van mód, és ezért többféle ilyen hash program létezik. Amit mutattam nektek, az a SHA-1 hash lenyomat volt, ami 20 byte-ra hajtogat össze mindent, akár hány gigabyte-os programot töltöttél be, és arra már vannak ilyen hash collision-ek. Úgyhogy azóta már a SHA-1-et már nem is használjuk, azóta a SHA-256 a minimum, ami 32 byte-osra hajtogat össze mindent, de már azóta van SHA-512, és ami 64 byte-osra, egyre kisebb a lehetőség arra, hogy ilyen collision legyen, de lehet, van rá. Akkor a TPM-nek van egy divát kulcsa, meg egy nyilvános kulcsa, és a divát kulcsot nem tudja senki, benne van és nem lesz volt a szerintem vele. Honnan tudjuk, hogy mi a bundikus kulcs? Azt a gyártó felrakja a weblapjára. És ha a gyártó legyen 16-ban egyforma TPM-et, ugye az lesz a divát kulcs? Nem.
Minden TPM-nek más a pivot. Minden TPM-nek az jó, hogy akármilyen van egy TPM, akkor egy sorozatszáma, és annak a TPM-nek a publikus kulcs, az valóban olyan adás. Pontosan. És van ilyen TPM-ből 100 millió, és mindegyik. És mindegyik garantált, hogy nincs bennük hiba, és senki nem leakelte a private key-jét. Természetesen. És ki tudja lekérni távolról az információt TPM-nek? Ez ugye kell az operációs rendszernek a együttműködés. A TPM önmagában egy teljesen buta chip, abban nincsen wifi, nincs beleépítve semmi kapcsolat. Az operációs rendszer tud vele beszélgetni a spy buszon keresztül, ami egy interfész. Ehhez az operációs rendszernek az együttműködése kell. De hogyha az operációs rendszer mondjuk már meg van hackkelve, és próbálná elrejteni azt, hogy ó, én itt már betöltöttem olyan programot, ami nem kellett volna, nem fogja tudni, hiszen nem tudja módosítani a TPM kódot, hiszen az aláírás utána nem stimmel. De normális esetben csak én tudom, aki a számítógép lekérni a TPM alapjait? Igen. Másnak tudnak hozzá tenni. Hát, hogyha felrakod a számítógépet az internetre, akkor de. De ki nem teszik be a számítógépet? Bocs, akkor én most meg tudom nézni, hogy akár melyik másik számítógépről, hogy annak a tényleg. Nem. Hát, hogyha te felraksz egy számítógép az internetre, és ezt valaki meghekkel, utána bárki le tudja kérni. Tehát maga a TPM önmagában nem lép fel az internetre, nem elérhető máshonnan, de hogyha az operációs rendszer hozzáférhetővé teszi, ami adott esetben mondjuk egy ilyen IoT device-nál szükséges, hogy egy management szoftverhez belépjen, akkor az csak akkor ad hozzáférés mondjuk a hálózathoz, hogyha az a számítógép küld egy ilyen kódot, lecsekkolod, hogyha az a kód jó, akkor kap hozzáférést a hálózathoz. Ezt mondjuk úgy lehet elképzelni átlag felhasználónak, hogy hozzá akarsz férni a Gmailhez, vagy a felhőszolgáltatás. És mielőtte hozzáférnél az e-mailedhez, az e-mail szolgáltató kér a számítógépettől egy ilyen lenyomatot, hogy lecsekkolja, hogy a számítógéped rendben van-e, felküldöd ezt a kódot, hogyha lecsekkolva van, és minden rendben, akkor hozzáférhetsz az e-mailhez. Csak gyakorlatban van ilyen? Igen. És ez nekem hozzá kell járulnom, vagy ezt az én hozzájárulásom? Per pillanat most még hozzá kell járulnod, de jövőre, hogyha állami alkalmazott vagy, akkor nem lesz hozzájárulás, ez kötelező. Tehát akkor ha belépek az e-mail.com-ra, akkor és ez Google, igen. Nézni az összes számítógépen futó programnak a hash-ét. Nem tudom, hogy a Google az megfogja, de a Microsoftnál például abszolút. Enterprise környezetben ez egy kötelező dolog. És akkor egy rainbow tap az adott, hogy nézd, hogy ilyen. És mennyi memória van típusú egy TPM-ben? Nagyon minimális. Fél megabájt? Kb. És hogyha kigapszol a gépen, akkor... Reset-el az egész. Nem minden, van a TPM-en is egy nagyon pici tárhely, ami túl tud élni rebootot is, amit fel lehet használni különböző dolgokra is, de minimális tárolóhely. Az elsődleges cél az, hogy megnézni, hogy bizonyítsa a számítógép, kitért érdemlően az, hogy a legutóbbi bekapcsolások milyen. Ez az egyik fő módja. Vannak rajta más ilyen kriptográfiai dolgok is, amiket futtatni tudsz, de ez az egyik alap dolga. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudjuk. Másik nagyobb probléma még ennél is, ugye, hogy hát láttuk itt az előző szlájdon, ha vissza tudok menni, hogy egy ilyen hash táblázatnak az értelmezése egyértelműen nem emberek számára gyártott információ. Ahhoz, hogy ezt mi leellenőrizzük, hogy ez a kvót, ez tényleg jó, ez kell egy másik számítógép. Ahol egy kicsit ilyen csirke és a tojás problémával ütközünk, hogy jó, és akkor annak a számítógépnek kiellenőrizte az állapotát. Úgyhogy mennyire bízunk meg a számítógépekben. Ugye? Hát, szerintem ez a kis kartón ez elég jól illusztrálja a problémát, hogy... Nem azt... Igen. Nagyon jó, abszolút. Mindenki nagyon érzi, tök jó. Nagyon örülök neki, és tök jó kérdéseik vannak, abszolút. Nem azt jelenti, hogy senkiben nem bízunk, ez azt jelenti egyszerűen, hogy a rizikót valamennyire tudjuk menedzselni. Úgyhogy milyen problémák merülnek fel ezzel, hogy hogyan döntöd el, hogy oké, ez alapján, a lenyomat alapján, te mennyire bízol meg abban a programban, amiről te megkaptad ezt a jelentést. Például mi van akkor, hogyha ez egy nem nyílt forráskódú program, amit neked legyártott az XYZ cég,
honnan tudod azt, hogy akkor te ebben most jobban megbízol el, mint hogyha csak simán digitálisan alá lett volna írva. Nincs rá igazából konkrét megoldás, ki fogja reverse engineeringelni az összes programot, hogy meggyőződjön róla, hogy nincs abba beleépítve valami hátsó bejárat. De még hogyha nyílt forráskódú a program, akkor is problémák vannak vele, hogy például, hogyha van egy nyílt forráskódú programod, amit te lefordítasz futtatható programmá, azt valakinek, hogyha le akarod ellenőrizni, akkor azt neked újra kéne generálnod forráskódból ugyanarra a bináris programra, ami ma gyakorlatilag a legtöbb alkalommal még lehetetlen, hiszen a lefordítás folyamatában annyiféle sok változó benne van, hogy nagyon sok esetben lehetetlen még nyílt forráskódból is újra lefordítani ugyanazt a bináris programot. Úgyhogy a hash lenyomat, amit te kaptál, az egy bináris programról van, és még valaki oda is adta neked a forráskódot hozzá, de te nem tudod, hogy az a kettő egyenlő egymással, vagy sem. Úgyhogy ez egy abszolút létező nagy probléma ma is, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot reproduszíolva csinálni, hogy a program ugyanabból a forráskódból mindig ugyanarra a bináris állapotra jusson vissza, még hogyha ugyanazt a compilert használja is az ember. Úgyhogy ez még ma sincsen. Sok esetben a TPM gyártója valaki kérdezte, hogy erről van-e, Bence, talán te voltál, mi van akkor, hogyha nem közli a gyártó az információt, nem tudod a privát kulcsot, vagy a public kulcsot a TPM-hez, vagy adott esetben a BIOS gyártója nem közli, hogy milyen measurementeknek kéne egyáltalán megjelennie a TPM-ben, hogyha te bekapcsolod a számítógépet. Ugye az első szoftver, ami lefut, az a BIOS. Mi van, hogyha a gyártó nem közli velünk. És ma például... Minden verziója ugyanaz legyen, pontosan. Minden ember egy kicsit más, és akkor utána hogy állapítod meg ez alapján, a lenyomat alapján, hogy az tényleg stimmel? Tökéletes kérdés. Ide fogunk eljutni. És hát ezen kívül még persze rengeteg probléma van azzal is, hogy ezek a TPM-ek, amik bele vannak építve a számítógépekbe, ugye ezek lehető legolcsóbban vannak gyártva, rengeteg hiba van bennük, sokszor a gyártókat meghekkelik, és a privát kulcsok is leakelve lesznek róluk. De sok esetben ugye az is, az a kommunikációs csatorna, amivel a processzor beszél ezzel a TPM-mel, hogyha valaki hozzáfér egy laptophoz adott esetben egy pár óráig, akkor ezt el tudja csípni, ezt a kommunikációs csatornát, és el tudja lopni a jó measurementeket, amiket a processzor küld, meghekkeli a gépet, és utána replace-elni tudja ezeket a meseket. És hát utána persze még az is, hogyha még minden ez működne, és ki fogja ezt ellenőrizni. Ott van ez a rengeteg program, ki fogja ellenőrizni, hogy miben mennyire bízunk. De hogyha tényleg ez minden meg lenne tökéletesen oldva, és minden hash le lenne csekkolva, és valaki leellenőrizte volna, hogy tényleg ezekben a programokban nincsen hátsó ajtó beleépítve, akkor se lenne igazából tökéletes megoldás, hiszen ezeket a programokat fel lehet törni futtatás közben. És erre ma már láttunk is egy példát, ugye ez a logófél attack, amiről láttunk 2 nappal ezelőtt jött ki, ez egy jó példája erre, hogy futtatás közben feltörsz egy programot, ami egyébként jó program volt, és digitálisan alá volt írva, és azt adott esetben még valaki le is csekkolta, azt is fel lehetett törni valahogy. Úgyhogy talán a legjobb kérdés ezen a ponton az, hogy miért lehet ezeket a programokat feltörni futtatás közben. Szoftverhibák vannak mindenhol, és hogy egyszerűen tényleg csak ez az egyetlen oka, hogy szándékos hátsó bejáratokat tesznek az emberek ezeket a szoftverekbe, és mind a kettőre a válasz megint csak az, hogy igen, de talán a legmeglepőbb az az, hogy ezek nélkül is fel lehet törni programot. Már látom, hogy itt már emberek összevonták a szemüket, akik eddig nagyon lelkesen bólogattak. És ennek... már nem zero trust, hanem már a negatív. Nulla trust. Zero... Very zero trust. Úgyhogy itt a legalapvetőbb kérdés, már a végén vagyunk az előadás. Mi adat és mi kód? Ugye eddig azt láttuk, hogy jó, hát a programokat próbáljuk valamennyire csekkolni, a programokat próbáljuk aláírni, megérteni,
De hogy igazából mi is történik akkor, amikor egy program beolvas adatot? Ugye mi úgy vesszük, hogyha fogunk egy táblázatot, egy Word dokumentumot, akkor az egy adat, amit mi beolvasunk a programmal, ami aztán az megjeleníti, csinál nekünk vele dolgokat, QR kód, adat. De tulajdonképpen, ami történik a háttérben, az az, hogyha az adat formátuma eléggé komplikáltá válik, akkor az a beolvasó kód Turing kompletté válik. És gyakorlatilag az adat, amit te beolvastál, az igazából nem adat, hanem egy program. És a, miről te azt hitted, hogy egy program, az igazából átváltozik egy számítógép. És ahogy meséltem nektek az elején, hogy egy Turing komplet számítógép tud szimulálni egy másik Turing komplet számítógépet. Konkrétan ez történik a háttérben, amikor egy program meg lesz hackkelve. Erre talán egy nagyon jó példa. Mennyire tudnak ezek a formátumok komplikáltá válni. Ez egy egyik kedvenc hacker kiadványom, a Packer GTFO kiadvány. Ez egy olyan PDF, ami egyben egy zip file is. Nem kell vele semmit csinálni, meg tudom nyitni bármilyen PDF olvasóval, és egy sok cikk jelenik meg benne mindenféle hacker témákról. Meg tudod nyitni zip fileként is, amikor mindenféle fájlok vannak benne, de le tudod futtatni programként is. És ha lefutatod programként, akkor ebbe beleépítettek egy kriptográfiai rendszert, ami, mivel egy újfajta kriptográfiai rendszert implementál, ezért ma jogilag fegyvernek minősül, és ezért ez egy export controlled PDF. Ez egy, konkrétan ez egy fegyver. Úgy mennyire tudnak ezek a mindenféle formátumokban elrejtett különböző furcsaságok megjelenni, ez teljesen elképesztő. Egy későbbi verziója ennek a kiadványnak konkrétan egy olyan programként is lehetett interpretálni, hogyha az Apollo számítógép kontroll moduljába beletöltötte valaki azt a PDF-et, akkor nem a Holdra navigált el téged, hanem elkezdte azt a PDF-et futtatni, mint programot az Apollo kontroll számítógép. Kontextustól függ. De ugyanaz a file, attól függően, hogy milyen programban nyitod meg, teljesen másként tud interpretálva lenni. Ezt gondolnád. A PDF olvasók, mivel JavaScript-et lehet bennük futtatni, az Turing komplett. Olyan dolgok, teljesen váratlan dolgok Turing komplettek, mint például ezt most PowerPoint-ban futtatjuk, kb. PowerPoint az Turing komplett. Postscript. A mai programozási nyelvek mind Turing komplettek, de tényleg olyan meglepő dolgok tudnak Turing kompletté válni, amire az ember soha nem számít. Az igen. De például itt van egy másik PDF-es hiba, ami 2 évvel ezelőtt bizonyították róla, hogy Turing-on. Nem jó szívből bizonyították, hanem konkrétan egy iPhone zero-click malware-t építettek bele, amivel újságírókat támadtak. Konkrétan csak egy SMS-t kellett küldeni az embernek a telefonjára, és az SMS, az iPhone-on futó SMS beolvasó automatikusan elkezdte azt a PDF-et feldolgozni valamilyen formában, hogy egy preview megjelenjen belül az SMS-ben, és abban a PDF-be bele volt építve egy olyan kép, aminek a kép beolvasó kódja Turing komplett volt. És ebbe a képbe bele tudtak építeni egy programot, ami aztán ki tudott számolni egy olyan hacket, ami után ki tudott törni ebből a PDF olvasóból, és egy malware tudott feltelepíteni az iPhone telefonját. Tehát akkor ne nyissunk meg többet PDF-et és SMS-t. Ami nagyon szép, hogy ezt az eredeti, képformátumot, ezt a JPEG 2 képformátumot eredetileg egy ilyen 20 évvel ezelőtt gyártott fax gépbe tervezték, amiben be lehetett rakni egy akármit, és meg lehetett rakni egy gombot, hogy PDF-be szkennelje, és azt e-mailben elküldje neked a faxgép. Ebbe a faxgépbe tervezték ezt a képkompresszum formátumot, ami 20 évvel később valahogy így vagy úgy megjelent a szoftverben, ami az iPhone-on fut, és a PDF formátumból
dolgozza fel ennek a képeknek a formátumát. És Turing komplett. Kérdések? Igen, fontos kérdés, hogy ezek a szükségletek, kérdélet, változatok, tehát hogyan kerül a dokumentációs rendszerben, hogyan kerül rá, mindig az emberi tényező a legszűkebb keresztmetszet. Nem mindig. Nem mindig. Például ezt megnézed, ehhez nem kellett ember. Itt nem a felhasználónak a hibája volt. Itt nem kellett rákattintani semmit. Egyszerűen kaptál egy SMS-t. És a szoftver jó volt, a szoftver up-to-date volt, a szoftver digitálisan alá volt írva, és mégis Turing komplett volt, és mégis ezzel a számítógéppel, amit egy számítógépen belül, egy programon belül implementálni tudtál, ki tudtál vele törni a PDF olvasóból. Ez egy létező probléma, ugye, hogy mi nagyon szeretjük felhasználóként azt, hogyha valami új funkciót kap a telefonunk, valami új fajta dolgot tudunk vele eddig megcsinálni, ami addig nem tudtunk, és emiatt folyamatosan jönnek az újabb és újabb kiegészítők és újabb funkciók a különböző szoftverekbe, hardverekbe, minden. Úgyhogy Luzsi, neked is? De elég nagy előfeszítést igényel megcsinálni egy ilyen játékot. Ez fantasztikus, ez ma még ritka. Ez ma még ritka, ez elképesztő. Nem, ezzel újságírókat támadtak. Ez konkrétan ilyen nation state hackerek voltak, akik újságírókat támadtak, valószínűleg nem jó szándékban. Tehát erre nagyon sok pénz megy ma el. Egy ilyen fajta hack valószínűleg $1 millió. Ha valaki egy ilyet kifejleszt és eladja, akkor az valószínűleg jól jár. Mennyire etikus, az kérdés. Egy jobb alapban nem tudom kifejleszteni? Eladni. Annyit lehet eladni. És mennyire kell? Hát, hogyha értesz hozzá. Van hozzá egy learning curve. Bocsánat, nem értettem a... Igen, formal verification. Nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Formal verification. Van egyfajta olyan hozzáállás a kiberbiztonsághoz, hogy matematikailag próbáljuk bizonyítani azt, hogy egy bizonyos program a keretein belül maradjon. Ezt hívják formal verificationnek. Vannak operációs rendszerek, amiket teljesen ilyen módon fejlesztenek. És nem meglepő módon a katonaságnak érdekelt ebben a témában. Én részt vettem egy ilyen konferencián, amit a Pentagon szervezett, DARPA. Nagyon érdekesnek találtam azt, hogy ezt a formally verified operációs rendszert, ami ugye matematikailag bizonyítja, hogy ez az operációs rendszer biztonságos tud lenni, ezt Ausztráliában fejleszti egy kicsi csapat, és ennek a konferenciának a kimondott lényege az volt, hogy ennek egy amerikai fejlesztő brigádja is legyen. Ami úgy megkérdőjelezi alapvetően, de hogyha ez matematikailag bizonyítva van, hogy ez az operációs rendszer biztonságos, akkor nem tök mindegy, hogy azt hol fejlesztik. Miért van rá szükség, hogy Amerikába fejlesztik? Én nem hiszem, hogy ezek megoldást jelentenek a formal verification, már csak onnan is, hogy tudjuk már az alapoktól kezdve Turing's halting problem és Rice theoremből, hogy nem fogjuk soha tudni bizonyítani ezekről a programokról a különböző tulajdonságokat. Másrészt pedig a formal verification 12 évbe telt, mire egy operációs rendszert egy olyan processzorra sikerült bizonyítani, amire a bizonyítással végeztek az emberek, addig azt a processzort már nem gyártották. Tehát azért azt mondjuk, hogy ezt is használjuk. Biztos vagy benne? Nem vagyok. Nehéz, de azt mondom, hogy ez nem tartozik az erdőben. Ha adnak neked valamit, de arról el tudjuk. Hát figyelj. Esetleg nem tudod. Nem. De te mibe írod?
a forráskódot be tudod bizonyítani, de a bizonyítsd be a fordítóról is, mert és az összes szoftverről, ami fut a számítógépen mellette. Tehát ha csak te nem írsz bináris kódot, ami a processzor bootblokkjába raksz be, hogy az legyen az első dolog, ami elindul, és aztán te ellenőrződ egy elektronmikroszkóppal, hogy tényleg az is lett oda bemásolva. Hiszen amikor te azt oda be akarod másolni, ez is egy szoftveren megy át. Hiszen a hard drive-on, ahova be akarod másolni, a hard drive-ban is fut egy szoftver. Jól értem, hogy akkor van baj, ha bármikor a láncban belefutunk egy túlunk teljes problémába? Pontosan. Itt ebben az Y2K image, nem tudom, képalkotásban ez egy szándékos dolog volt, hogy ne. Turing komplex, senki nem de tudta. Van arra statisztikai esély, hogy én, amikor kiindulok, kijöjjön egy Turing teljes machine? Teljes. De ez hogy lehet, hogy ennyire egyszerű az egész világot legyen? Ez hogy lehetséges? Úgyhogy ez egy filozófiai kérdés. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ugye megint csak az lenne, hogy miért nem csinálunk egy tesztet, ami megnézi, hogy na, most írtam egy algoritmust, ez Turing komplette. Tök jó lenne. Lehetetlen. Mert ez egy nem triviális programtulajdonság, amit nem tudunk 100%-osan leteszteni. Az egyetlen módja arra, hogy tudjuk valamiről, hogy tényleg Turing komplette, az, hogy egy másik Turing komplett nyelvet benne implementálunk, és akkor onnan már tudjuk, hogy ez Turing komplett. Hogy jelenthetjük ki azt, hogy valami Turing komplett? Bizony, megvannak a feltételei. Nagyon kevés dolog kell hozzá az, hogy valami Turing komplet legyen. Ugye erre volt ott az legelején a példa, hogy milyen váratlanul kicsi dolgok tudnak Turing komplettek lenni. Ez önmagában azt jelenti, hogy jól értem, hogy komputációsan felrobban. Így is lehet rátekinteni. Mindent ki tud számolni. Mindent ki tud számolni, de nem mindent, igen, de nem ami kiszámítható. Vannak kategórikusan olyan problémák, amikről tudjuk, hogy nem kiszámítható. És nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik az. És nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik. És az ilyenfajta Turing-gépek ma mindenhol ott vannak. És nem csak a számítógépnek a magjában és a firmware-ökben, hanem hogyha mondjuk egy felhő rendszert veszünk alapul, ami teljesen disztribútált, és van 10 000 számítógép, ami egymással kommunikál, például az interneten. Olyan ott hány Turing komplett rendszert, hálózatot tudunk találni, úgyhogy igazából én tökre örülök, hogy meglettem ide hívva erre az előadásra, hiszen itt vagyunk a Center for Complex Network Studies laboratóriumban, ahol szerintem ilyen problémákkal is foglalkoznak, vagy ha nem, akkor ajánlom. De várjál, ami a laptop szájdon volt, amikor az SMS-ben van a pédjetben, van a akármilyen képformátum, nem tudom is, és annak a két megjelenítő parszere az Turing teljes, ott ugye azt mondta, hogy akkor van baj, hogyha a láncban van valami Turing teljes. De itt volt még egy eleme. Így van. Hogy abból valahogyan ki tudott törni. Így van. Megint egy nagyon jó dologra tapintottál rá egy Bence. Úgyhogy ma általában az ilyen Turing komplett hackeket ugye csak arra használják, hogy felépítsenek elég információt arról a környezetről, amiben ez a program fut, hogy kiaknázzanak egy másik hibát, arra, hogy kitörjenek ebből az egyik Turing gépből a másik. Vagy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint hogy ebből az egyik matroska babából átugranál a következőbe. És akkor ott már nem kell ezzel a limitált, lassú Turing géppel számolod, hanem már egy gyorsabb gépen tudsz futni, hiszen már közelebb vagy a natív kódhoz. De nem muszáj. Attól függ, hogy mi a célod. Ahogyan ma analizáljuk az ilyen threat modelt, abban három dolgot szoktunk általában megnézni, ez a CIA betűsor. Confidentiality, integrity and availability. Ugye confidentiality hogyan fordítanád le magyarra? Nem akarod publikussá tenni az információt, private kulcsot például. Integrity, nem akarod, hogy valaki modifikálja a te számítógépedet. Availability, nem akarod, hogy valaki ugye, leölje a számítógépedet, hogy ne tudjad használni. De hogyha csak valaki betör egy ilyen Turing-komplett rendszerbe, és ott elkezd futtatni dolgokat,
nem lop el adatot, nem modifikálja a már ott lévő kódot, hiszen a meglévő kódon belül implementál magának egy másik számítógépet, és ott futtat, akkor gyakorlatilag az egyetlen opció, amiben egy kicsit visszavesz, az az, hogy elkezd áramot lopni tőled, ugye az availability-ben az a processzor valamit elkezd futtatni, amiért nem egy képet dekódál, hanem éppen bitcoint bányász, akkor ez gyakorlatilag csak áramot lop tőled, tehát az availability-ből szed le valamit, de igazából ma, amikor software threat modelt csinálunk, akkor az ilyen fajta attack, ami nem tör ki, hanem csak megmarad egy ilyen Turing-gépen belül, ezeket nem is vesszük számításba. És pont erről beszéltem a héten az egyik kollégámmal, ugye mi csináljuk a cégnél az összes szoftvernek az ilyen analízisét, hogy nem kéne-e pont ennek az előadásnak a révén, itt a végén eljutottam ide, hogy te, figyelj, nem kéne erre is gondolni, és egy végül is benne van az availability-ben is, hogy hát igen, akkor ott áramot lopunk, de akkor az ott egy kérdés, hogy az ott valójában az ott egy rossz program, egy malicious program, hogyha nem lop el adatot, nem modifikálja a számítógépet. Lehet, hogy kicsit lop áramot. Lassítja a gépet. Találkozott már valaki valahol annal, hogy a számítógép elkezdett lassabb lenni az idővel? Senki. De mi van, hogyha ez csak egy ideig? Magát, és tökéletesen leírtad, hogy hogyan működnek ma ezek a vírusok és botnetek, és hogyan terjednek. Nagyon sok esetben, amikor egy ilyen vírus bejut egy hálózatra, hónapokig, évekig is ott ülhet, mielőtt valaki aktiválja. Addig, ameddig nem aktiválja, és nem kezd el letörölni programokat, és titkosítani, és ransomware-t működni, addig most az a program az ott valóban jó-e, rossz-e, nehéz megállapítani. De így működnek ma sajnos a hackek, hogy általában hónapokkal korábban már rajta vannak a számítógépen, mielőtt bármi rossz történik. Mert az első jelenség megtörténne. Meg sok esetben igen, nem is arra használja fel a te számítógépedet, hogy azon bányászon bitcoint, sok esetben csak mondjuk egy distributedeteknek a részeként elkezd ugye a hálózaton át lekérni egy szerverről valami információt, ami önmagában ugye teljesen oké, és csak hogyha mondjuk 120 millió számítógép kezd egyszerre egy szerverről lekérni adatokat, akkor az a szerver utána lehal. Ugye ezt hívják distributed denial of attack. Ezek abszolút létező. Túlterheléses támadás. Ezek abszolút létező. Most már itt csak problémát megbeszéltél volna, mert annyira jó kérdéseitek vannak, mint hogyha meglennének az emberek bejutott. Az is lehet, hogy nincs meg, vagy úgy volt. Hát így összegezve ugye az van, hogy ez azért ott egy nagyon fontos előrelépés, mert most már legalább tudni fogjuk, hogy nagyjából mi fut a számítógépeken, hiszen korábban az sem tudjuk, hogy mi van a számítógépen, nagyjából sem. Most már legalább valami formátumban tudni fogunk valamit, ami alapján valamiféle rizikomenedzsmentet létre tudunk hozni, de nem tökéletes, és nem ad megoldást minden problémára, és velünk lesznek a kiberbiztonsági problémák örök. Egészen addig, ameddig Turing-gépeket használunk. Ez egy megoldhatatlan. Az egyetlen megoldás az az, hogyha nem használunk többet Turing-gépeket. Elkezdhetünk mondjuk ASIC-okat csinálni, amik ugye nem Turing-komplett mikrochippek, ugye nagyon sok bitcoin bányászatot ma már nem processzoron vagy GPU-n futtatnak, hanem ilyen ASIC-okon, algorithm specific integrated circuit. Csak hát azok rohadt drágák. És hogyha véletlenül valamiért frissítened kell a szoftvert benne, akkor azt már ott nem tudod frissíteni a szoftvert, hanem ki kell dobnod a hardvert és egy újat gyárt. Úgyhogy van egy csomó olyan helyszín, ahol ezt nem tudnád megcsinálni. Felküldesz egy műholdat, és aztán később jössz rá, hogy ott volt egy szoftveres hiba, akkor mit csinálsz? Úgyhogy egészen addig, ameddig Turing-gépekre szükségünk lesz, addig velünk lesz a kiberbiztonsági probléma. Ez nem egy megoldható probléma, úgyhogy az egyetlen dolog, ami történik, ez a macska-egér harc, ahogy leírtam itt korábban egy beszélgetésben az előadás előtt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy zombi apokalipszis, ahol nem az a cél, hogy te a zombik elől elfussál, vagy leöld a zombikat, mert lehetetlen, hanem csak, hogy kicsit gyorsabb legyél, mint a másik futó. És azt Még itt az utolsó pontra azért rámutatnék, hogy az egyre több, és egyre inkább
jellemző, hogy ezek most már annyira komplexek ezek a rendszerek, és annyira komplexek a beépített védelmi vonalak, és az összerakott támadási formátumok például, amit láttunk, hogy ez egy ilyen Turing-komplett gépet rak össze egy image parserben, hogy ezek egyre lehetetlenebb emberek fejében összerakni. Ez nem egy probléma, hogy az emberek nem dolgoznak. Nem értünk. Nem értünk. És egyre több ilyen van. Ez a biológia esetben a gyógyszer megoldás esetben valami, de nem tudom. Ez elkerülhetetlen. És teljesen mindig, de elkerülhetetlen. Ez ugye elkerülhetetlen. Hogy kerülhetetlen? Hát nem csinálsz semmit. De majd, nem lesz semmit, hogy megjönni. Kihúzhatjuk a számítógépet az internetről. Most itt szeretném, hogy nem gyártok szoftvereket, de majd valaki másnak tudja csinálni, vagy van 1 milliárd felhasználó, akkor megveszik azt a telefont, ami nem mutatja a preview-t az SMS-ben, meg egy a PDF-ről, mert ők azt sem tud megnézni biztosan. Nem, tehát elvileg nem volt. A betűnök van. De az a politikus nem fogja megszabadni. Nagyon jó beszélgetés folyik itt a háttérben arra. Szóval egyre inkább a számítógépekre hagyatkozunk ezeknek a problémáknak a felismerésére és kezelésére, mert ezek a problémák egyre kevésbé értelmezhetőek emberi fejjel, emberi tekintettel. Éveket tölthetsz el egy ilyen programanalizásával, és soha nem fogod észrevenni, hogy hol van benne egy Turing-komplex pont. Olyannyira nem, hogy múlt héten raktam össze pont egy ilyen challenge-t, amit a cégen belül szoktunk direkt ilyen kiberbiztonsági challenge-eket csinálni, hogy hát tréning formájában, de igazából nagyon, nagyon fun. Én írtam egy programot, amiben valaki talált egy Turing-komplett részt, amire én sem. Tehát, hogy ez mindenki ír olyan kódot, mindenben ott van. Ma már tényleg csak számítógépekkel tudjuk nagyjából ellenőrizni, és mi is ilyen szoftvereket fejlesztünk, amik már a számítógép keresi ezeket a hibákat. Hogy ha már nem is tudjuk felismerni, hogy mi Turing-komplett, és mi nem, akkor legalább ezeket a hibákat, amiket ki lehet használni arra, hogy szintet ugorjon egy ilyen futás közben a program, legalább azokat. De ezeket is ma már gyakorlatilag MI rendszerekkel, mesterséges intelligenciával csináljuk. Úgyhogy ezekről is nagyon szívesen tartok majd később előadást, hogyha valakit érdekel. De ez a vége az előadásomnak, és nagyon remélem, hogy élveztétek, és hogy kicsit más meglátásban helyeztem a kiberbiztonságot és a Zero Trustot. Szerintem...